Szeretném felkérni dr. Szántóri Hárd dékán urát, hogy az alapképzéshez szóló tájékoztatót tartsa meg. Köszönöm szépen! Kedves diákok, kedves résztvevők, kedves vendégeink! Nagy örömmel köszöntöm Önöket ezen a sorrendváltó nyílt napon. A felvételit megelőzően számos platformon, felületen igyekeztünk Önöket minél több információval ellátni a Budapesti Corvinus Egyetem képzéseit illetően, hogy minél megalapozottabb döntést hozhassanak a továbbtanulásukról, és ugye február közepéig le is adhatták a jelentkezésüket. De most még utoljára szeretnénk egy-két szempontot kiemelni, és magam is egy-két olyan szempontra rávilágítani, amellyel még egyszer újra át lehet gondolni, hogy az a sorrend, az, amit beadtak még február közepén, az úgy megfelelően, vagy esetleg van még esély változtatni, vagy van még értelme változtatni azon. A Budapesti Corvinus Egyetem képzései folyamatosan megújulnak az elmúlt években, és 2021-től már 5 alapszakunk is teljesen megújult formában indul el. Ez a nemzetközi gazdálkodás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodás és menedzsment, a gazdaságinformatikus és a pénzügyi számvitel szakok, és folyamatosan zajlik természetesen a többi szaknak a megújulása is. És ennek során arra törekedtünk, hogy a diákjaink minél személyesebb oktatási élményben részesüljenek a tanulmányaik alatt, minél több gyakorlati tudással gyarapodjanak, és hogy a legújabb elérhető ismereteket adják át az oktatóink. Külön kiemelném a gazdálkodási és menedzsment alapszakot. Ez a szak nem csak az egyetemünkön egyébként, de országosan is a legnépszerűbb alapszak, és a szak iránti érdeklődés a Corvinuson is töretlen, sőt ebben az évben nagyon sokan írták be első helyre a GM szakot a Corvinuson is, ugyanis akik a kereskedelmi és marketing, az emberi erőforrások, a turizmus vendéglátás, vagy a vidékfejlesztési agrármérnök szakot keresik, keresték, őket is bátorítanám arra, hogy 2021-től a gazdálkodás és menedzsment szakunkat jelöljék be első helyen. A szakon ugyanis Magyarországon egyedülálló módon 16 specializációt hirdettünk meg, így a gazdálkodás és menedzsmenten tanulók többek között választhatnak marketinges, HR-es, emberi erőforrásos, turizmus, vendéglátásos, vagy akár agrárbiznisz specializációt is. Tehát az említett 4 alapszakot és annak az összes előnyét próbáltuk bele ültetni, integrálni a gazdálkodás és menedzsment szakba, de ezeken a specializációkon kívül persze számos, nagyon, nagyon sok más izgalmas területtel is találkozhatnak és elmélyülhetnek. Sőt, a tantervet úgy alakítottuk át, hogy ha valaki szeretne, akár 2 specializációt is felvehet a tanulmányok utolsó évében, vagyis 2 területet is megismerhet ezen a szakon belül. A másik szempont, amelyet mérlegelésre ajánlok itt még a sorrend módosítás kapcsán, hogy a Corvinus alapszakos diplomával milyen jó esélyekkel lehet elhelyezkedni a végzés után. Az oktatási hivatal minden évben publikálja, hogy melyik egyetem, melyik szakján végzettek, milyen gyorsan tudnak elhelyezkedni, és milyen kezdőfizetéseket érhetnek el. Ezt hívják diplomás pályakövetkezési rendszernek, DPR-nek, és azt látjuk, hogy ezekben az országos összehasonlításokban a Corvinus rendre nagyon jól teljesít, és szakoktól függően akár 20, 30, 40 vagy akár 50%-kal is többet tudnak keresni, mint az országos átlag, azok, akik nálunk végeznek. Ugye a pénz nem boldogít, szoktuk mondani, de egy biztos karrier megalapozza a családi biztonságot, biztos megélhetést ad, számos lehetőséget nyit meg. Tehát azért azt gondolom, hogy erre is érdemes a választásnál a sorrend
kialakításánál odafigyelni. Ha a Corvinusosok bérelőnyét összeadjuk egyébként egy teljes életútra vetítve, a végzéstől, a diplomázástól egészen a nyugdíj, akár 100 millió forintot is kiadhat az a többlet, amelyet elérhetnek, ha minket választanak. Fontolják meg még egyszer, hogy melyik szakot teszik az első helyre. Én remélem, hogy minél több résztvevőt ma meg tudunk arról győzni, hogy tegyék a Corvinus valamelyik szakját az első helyekre, és abban is bízom, hogy szeptemberben önöket is, majd mint Corvinusos hallgatókat üdvözölhetjük az évnyitónkon, remélhetőleg akkor már fizikai, személyes formában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen dékán úrnak. Igen, rengeteg szak, rengeteg remek képzés, és elképesztően sok nagy tudású tanár van a Corvinuson, úgyhogy bármelyik szakot is választjátok, azt tudjuk mondani, hogy jó választást orvosoltatok, hogyha a Corvinusra a Corvinus választottátok. Akkor fel is szeretném kérni dr. Habis Helgát, mesterképzésért felelős dékánasszonyt, hogy a helyiktatást kérem. Nagyon szépen köszönöm a szót, és én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Corvinus Egyetem sorrendváltó nyílt napján, és dékán úrhoz hasonlóan én is bátorítanék mindenkit arra, hogy jelöljenek meg Corvinusos szakokat az első helyek egyikén. Ugye említette dékán úr is, és itt elhangzott, hogy milyen sok jó szakunk van, ez a mesterszakokra azt gondolom, hogy hatványozottan igaz, hiszen 21-ben 21 mesterszak közül választhat az, aki a Corvinus Egyetemen szeretne tovább tanulni. Dékán úr is említette ezt a bizonyos diplomás pályakövető rendszert, ami évről évre azt mutatja mindenkinek, hogy a Corvinus igenis egy értékálló diplomát ad az itt végzettek kezébe, és nem csak a gyors elhelyezkedés és a magas kezdő fizetés fontos itt, hanem az is, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy a Corvinus Egyetem reményeink szerint egy hosszú távon sikeres karrierre készít fel, hiszen nem csak a most lévő tudáselemeket igyekszünk átadni a hallgatók számára, hanem olyan képességeket igyekszünk fejleszteni, amik alkalmassá teszhetik önöket arra, hogy ténylegesen a karrierik során hosszabb távon is nagy sikereket tudjanak elérni. És ebből az említett pályakövető rendszerből ez is jól látszik egyébként, mert hogy azt mutatják az adatok, hogy 7 évvel a munkába lépés után a Corvinuson végzettek átlagjövedelme már 50%-kal magasabb, mint más egyetemek azonos képzést végzett hallgatók el tudnak érni. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac is valóban azt gondolja, hogy ez a diploma értékes, és hosszú távon is egy előnyt jelent a Corvinusos diploma. Dékán úr szintén említette, hogy a Corvinus Egyetem egy megújulási folyamaton megy át. A szakok megújulása természetesen a mesterszakokat is érinti. Ugye már 2020-ban egy megújult közgazdasági elemző mesterszakkal vártuk a hallgatókat. Most újabb szakok jelennek meg, a vállalkozásfejlesztés és a vezetésszervezés szak is megújult formában várja önöket. A szakok általában úgy újulnak meg, hogy bevonjuk a munkáltatókat, megkérdezik, hogy ők mit várnak el a végzettektől, milyen képességekkel, tudással kell rendelkeznie a végzetteknek ahhoz, hogy sikerrel találjanak munkát, és a munkahelyükön is jót haladhassanak előre. Megkérdeztünk végzett hallgatókat, és természetesen bevontuk a jelenlegi oktatókat és hallgatókat is a szakok megújításába. Mesterszakon különösen fontosnak gondoljuk, hogy fókuszáltan koncentrálhassanak bizonyos területekre, lehetőséget adjunk az elmélyülésre, ezért igyekszünk kis csoportban, akár blokkosított formában megoldani azt, hogy kevesebb tantárgyuk legyen, arra tudjanak jól koncentrálni, és nagyon fontos az is, hogy az elméleteket, bizonyos koncepciókat valós vállalati és intézményi projektek során alkalmazhatják,
ami szintén segíti a tudás elmélyülését, illetve természetesen egy ilyen gyakorlatorientált megközelítés ezt könnyen alkalmazhatóvá teszi, azaz mikor kilépnek a munkaerőpiacra, akkor jól tudják majd alkalmazni könnyen ezt a megszerzett tudást. A Corvinus Egyetem azt gondolom, hogy abban is különleges talán a magyar felsőoktatási piacon, hogy rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Erasmus kapcsolatunk körülbelül 100 egyetemmel van, de ennél talán még fontosabb, hogy több mesterszakunkhoz tartozik úgynevezett double degree program, ami azt jelenti, hogy a Corvinusos diploma mellé egy neves külföldi egyetem diplomáját is megszerezheti az, aki belevág ezekbe a képzésekbe. Azaz egy magyar és egy külföldi diplomát is szerezhet ugyanannyi idő alatt. Szintén egyedi a Corvinus Egyetemen a CEMS program, ami szintén egy hatalmas lehetőséget kínál arra, hogy kiváló nemzetközi egyetemeken tanulhassanak egy fél évet, illetve nemzetközi szakmai gyakorlatra is lehetőséget ad. A nemzetközi esedés egyébként is nagyon fontos számunkra, úgyhogy arra is biztatok mindenkit, hogy angol nyelvi szakokat is bátran jelöljenek meg, hiszen itt házon belül találkozhatnak a nemzetközi élmezőnnyel. A mesterszakos hallgatóinknak a körülbelül a harmada külföldi, ezen kívül számos külföldi meghívott előadó, szakértő, vállalati szakember vesz részt az oktatásban is. Dékán úr szintén említette, hogy az alapszakokon is milyen választási lehetőségeket kínálunk, ez természetesen a mesterszakokra is igaz. Ugye a nagy egyetemnek egy kellemes hozadéka, hogy a kötelezően választható, illetve szabadon választható tárgyaknak egy hatalmas tárháza áll az önök rendelkezésére, és a megújuló programokban igyekszünk minél nagyobb választási lehetőséget biztosítani, és csökkenteni a kötelező tárgyak számát, arányát a programokon belül. És majd hamarosan átadom a szót a hallgatói önkormányzatnak, de azt gondolom, hogy a Corvinus Egyetemnek az is egy nagyon fontos előnye, hogy nagyon kiterjedt hallgatói tevékenységekre van lehetőség, nagyon sok diák szervezet van a Corvinus Egyetem körül, és azt gondolom, hogy az itt kialakuló társaságok és kapcsolatrendszerek, lehetőségek szintén nagyon fontosak lehetnek, ami más egyetemen azt gondolom, hogy csak korlátozottan adott. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen, ha majd a végén érkezik kérdés még, akkor szívesen válaszolok. Nagyon köszönjük Habis dr. Habis Hajága dékánasszonynak a tájékoztatót. Igen, gyakorlati fókusz, és zseniális hallgatótársak jelennek meg az egyetemen, és azt gondolom, hogy én is személyesen, mint hallgató, hatalmas kapcsolati háló és ismereti tőke tethető össze, és talán ez egyik legfontosabb tényező, amivel egy diák, egy leendő hallgató, majd mind mesterszakon, mind pedig alapszakon találkozhat és gyűjthet. És most fel szeretném kérni Németh Winkler Barbarát, a felvételi és szakmai gyakorlati csoportvezetőt, hogy meséljen nekünk a sorrendmódosításról, feltételekről és ösztöndíjakról a Corvinuson. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Németh Winkler Barbara vagyok. Röviden szeretném összefoglalni a sorrendmódosítással kapcsolatos, fontosabb általános tudnivalókat. A 20-21 szeptemberében induló képzésekbe jelentkezők ugye július 8-áig módosíthatják a korábban megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi felületén keresztül. Ugye ezt a döntést érdemes alaposan átgondolni, mivel sorrendet módosítani csak egyetlen egy alkalommal lehet felvételi eljárás során, vagy aki már megtette, az későbben nem tudja módosítani újra, hiába gondolja meg magát közben. Fontos leszögezni, hogy csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet mozgatni, vagyis nem lehet új képzést megjelölni, vagy meglévő jelentkezési helynél intézményszakot módosítani. Ugye egy kivételével van erre csak lehetőség, vagy van meglévő jelentkezési hely finanszírozási párját szeretnék felvenni,
Azaz, ha a jelentkezéskor csak az állami ösztöndíjas formát jelölték meg, ugye mi esetünkben ez a Corvinus ösztöndíj, akkor lehetőségük van az önköltséges pályát is hozzáadni. Mikor érdemes sorrendet változtatni? Akkor, ha nem azok a képzések szerepelnek a listánkban elsőként, ahová leginkább be szeretnénk kerülni, ugye megváltozott esetleg a preferencia sorrendünk, ami alapján jelentkezéskoron soroltuk korábban a választott képzéseket. Érdemes lehet felcserélni a szakokat akkor is, ha az állami ösztöndíjas képzés forma háttérben szerepel, ami ugye nálunk a Corvinus ösztöndíj, mint az önköltséges, ugyanis minden jelentkező listájában szereplő első olyan helyre nyerhet csak felvételt, ahol felvételi pontszáma eléri a meghatározott ponthatárt. Ugye vannak olyan esetek, amikor a sorrendmódosításra nincsen szükség, ez akkor történik, ha esetleg a megjelölt képzésnél sikertelen volt a felvételi vizsgánk, vagy nem jelentük meg a felvételi vizsgán, akkor ugye nem érdemes sorrendet módosítani, és ilyen sikeres vizsga hiányában semmi esetben nem nyerhetünk felvételt erre a képzésre. Ilyenkor a ponthatárok megalapításakor ezt a jelentkezési helyet nem is veszik figyelembe, az összes többit azonban igen. Ugye, hogyha valaki az érettségi vagy írásbeli szóbeli felvételi vizsgának az eredményét ismeretében próbálja latolgatni az esélyeit, például összehasonlítva az előző években megalapított ponthatárokkal, itt nagyon óvatosan kell bánni ezzel, mert ugye a ponthatárok alakulása nagyon sok tényező befolyásolja, az adott szakra jelentkezett száma, az intézmények által oda felvehető létszám kapacitás, a többi jelentkező pontszáma, de még az is, hogy ők hányadik helyre sorolták ugyanezt a képzést. Tehát sorrendmódosításkor is érdemes szem előtt tartunk azt, hogy azok a képzések és intézmények szerepeljenek elő a listában, ahol leginkább szeretnénk bekerülni. Meg úgy is gondoljunk, hogy a pontjainkkal nincsen esélyünk bejutni, nem érdemes hátrébb sorolnunk az amúgy nagyon vágyott szakot, mert a fentiek miatt ugye előfordulhat az is, hogy a pontjaink mégis elegendőek lennének, de hogyha sorrendet módosítunk, akkor lehet, hogy közben valamelyik kevésbé vágyott sorrendünkbe szereplő szakra jutunk be. És olyankor nem szükséges még a sorrendmódosítás, ha visszavontunk ugye egy adott képzésről a jelentkezésünket, hiszen ilyen esetben a sorrendből ez a visszavont jelentkezés nem számít bele. Tehát összegezve sorrendmódosításnál nagyon fontos figyelembe venni, hogy alaposan át kell gondolni, mert csak egyetlen egy alkalommal változtatható újabb módosításra nincs lehetőség, az elküldött kérelem nem vonható vissza, és a sorrendmódosításának a határideje az július 8-a, és az elfelvételi rendszeren keresztül kell ezt megtenni. Én ennyit szerettem volna a sorrendmódosításról általánosságban mondani, nem tudom, hogy esetleg valakinek van valami kérdése, akkor értelemszerűen a kérdések részben szívesen állok a rendelkezésre. Biztatnék is mindenkit, hogy a kérdéseket bátran tegyétek fel, azért vagyunk itt, hogy megpróbáljunk választ adni mindenre. Akár szóban, akár a chatfalon. És köszönjük Barbarának, és akkor a következő pontban átadnám Kovács Kristófnak a szót, ő a HÖK Hallgatói Önkormányzat Diákszervezeti Területének koordinátora, és kérlek Kristóf, akkor a diákszervezetekről, a szakkollégiumokról és diákéletről mesélj egy kicsit. Sziasztok! Én ugye ez meg is fogok, vagy lehet, hogy nem lehet itt megosztani képernyőt, ahogy látom. Viszont akkor ennek megfelelően szóban fogom nektek részletezni, hogy a diák élet szempontjából miért nagyon egyedi és miért nagyon különleges a Corvinus, mert hát ugye az előbb említett tanulmányi statisztikák mellett nyilván azért is jön az ember egyetemre, hogy szakmai baráti közeget is szerezzen magának, és erre több lehetősége is van. Egy pár szót mondanék magunkról a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatáról. Ez egy nagyon professzionális alapokon szerveződő, közel 80 tagot számláló szervezet, amely több területre tagolódik, és egyébként a hagyományosabb vállalatoknál megfigyelhető struktúra szerint rendeződik. És ami igazán fontos, és felhívna arra a figyelmet, hogy ebbe a szervezetbe, tehát a többek is bátran jelentkeztek, amikor majd a Corvinusra
jöttök tanulni, akár alapszakra, akár mesterszakra jöttök hozzánk, és igazság szerint itt nagyon sok szakmai tapasztalatot és nagyon jó baráti közeget találhattok, úgyhogy ráadásul az egyetemi, akadémiai életbe is jobban beleláthatok, mint a többi hallgatótársatok, ami egy nagyon jelentős előny, ezt őszintén mondhatom, tapasztalat alapján még legjobb is megérősített szerintem ebben, hogy nagyon sok tapasztalat lehet itt szerteni, amit a későbbi munka során is akár lehet hasznosítani. Amiről mindenképpen szeretnék beszélni, az a Corvinusnak az egyik legnagyobb erőssége, hogy egy nagyon sok színű diákszereti közegünk van, ami gyakorlatilag országosan egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy 50 diákszervezet van a szakkollégiumokat is beleszámolva a Corvinus Egyetemen, ami azt jelenti, hogy lényegében nincsen olyan szegmense a Corvinuson oktatott tanulmányoknak, amihez ne kapcsolódna szorosan legalább egy diákszervezet, hogyha nem több, és bőven lehet közülük válogatni. És ezekben a diákszervezetekben igazság szerint nagyon komoly szakmai kurzusokon tudtok részt venni, közösségi programokon tudtok részt venni, illetve itt is szervezetekbe léptek be, tehát betöltetek bizonyos tisztségeket, és részé lehettek egy valós szakmai baráti közösségnek. Mindenképpen érdemes ezt kihasználni, és mindenképpen érdemes csatlakozni legalább egy diákszervezet, én azt mondom, én magam is diákszerti tag vagyok, és a második legjobb döntés ez volt a Corvinuson azután, hogy a Corvinusra jöttem. Tehát ezt mindenképpen nagyon melegen tudom ajánlani mindenkinek, aki hozzánk jön. A mostani rövid időn kívül persze máshol is találkoztatok majd a hökkel, és máshol is tudunk egymással beszélgetni. Kiemelném a nyári integrációs eseményeket, illetve a mestergólyatábort, a nulladik heti előadásokat, amikről ugye további információkat a hozzánk jelentkezők majd annak idejében mindig fognak kapni. Én nagyon ajánlom, hogy ezeken vegyetek részt, mert az egyetemi élet az középiskolából nézve egy kicsit bonyolultabb lehet, de ezeken az integrációs napokon, amellett, hogy hallgatótársaitokhoz is közelebb kerülhettek, valóban megértitek az egyetemi működést, és a saját mindennapjaitokat teszitek lényegében jóval könnyebbé azzal, hogyha nyitottak vagytok az ilyen előadásokra a nulladik héten, tehát tényleg egyáltalán nem érdemes kihagyni. És így zárszóként csak annyit szeretnék elmondani, hogy tényleg azt mindenki jó, hogyha hazaviszi magával információként, hogy igazság szerint a Corvinuson nem csak arra van lehetőség, hogy egy nagyon jó kilátásokkal rendelkező diplomát szerezzetek meg, hanem arra is, hogy egy olyan közegbe csatlakozzatok, akár a hők, akár valamelyik gyerekszer, akár a legjobb, hogyha mindkettő által, amely végig tudja kísérni a szakmai karrierutatokat, és jóval színesebb egyetemi életnek néztek eléve, mint hogyha esetleg úgy döntötök, hogy nem csatlakoztok. További információkért és egyéb kérdésekért mindenkinek ajánlom, hogy kövesse a BCL-öknek a Facebook, illetve az Instagram oldalát, mert így a felvételhez közeledve egyre több és egyre hasznosabb információk várnak majd rátok azzal kapcsolatban, hogy hogyan is indul majd elszámotokra a gólya élet, és mindenkinek megnyugatulag mondhatom, hogy tényleg most, hogy úgy néz ki, hogy akár az élőben is megvalósulhat, nagyon, nagyon szép évek állnak előttetek, hogyha akkor jössz választjátok. Köszönjük Kristófnak, én még annyival egészíteném ki, hogy ne féljetek itt kérdezni, és továbbra is majd az elkövetkezendő hetekben, napokban, hónapokban nyugodtan írjatok a hallgatói önkormányzat oldalának, minden kérdésetekre választ próbálunk majd adni. És talán még azt is hozzá kell tenni, hogy egy ilyen erős diploma, egy ilyen erős képzés, azzal, hogy egy gyakorlati fókusszal kiegészül egy diákszervezeti élettel, ez egy hatalmas versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ez egy olyan dolog, amit magatokével tudtok tenni, és senki nem tudja elvenni. Úgyhogy én mindenkinek szeretném megköszönni az előadást, és most elérkeztünk a kérdéseknek az idejéhez. Nyugodtan kapcsoljanak kedves nézőink kamerát, tegyék fel a kérdéseiket, és mindenre válaszolunk, és a chatben is nyugodtan jöhetnek az üzenetek, kérdések. Szeretettel fogadjuk őket.
És az első meg is érkezett, Nagy Dóra, kollégiumi életről tudnánk-e mesélni? Hallgatóként szerintem lehet, hogy Kristóffal válaszolnánk ezt meg, ezt a kérdést. Kristóf, elkezded? Igen, igazság szerint ugye ez egy nagyon jó kérdés, ugye a Corvinuson van lehetőség kollégiumi lakhatásra. Jelen pillanatban három kollégium szolgálja ezt, ugye a Talkoríti kollégium, a Földes Ferenc kollégium a Rádi utcában, az Jakorhozhoz rendkívül közel van, illetve a Kinizsi kollégium, ami lényegében a Jakorhoznak a tőszomszédságában van, egy nagyon, nagyon minimális túlzással nézve. Ezeken a helyeken lakhattuk. Ugye azt kell tudni a kollégiumokról, hogy az utóbbi években, a következő években és folyamatos fejlődéseken és felújításokon mennek keresztül, mert ugye az egy célja azért az egyetemnek is, hogy minél minőségibb és hallgatóbarátabb kollégiumok várják a hallgatókat. Igazság szerint ezeknek a jelentős előnyei, hogyha bekerültök, az ugye a közösségformálódás mellett, mert mindig olyan közösségi tér igazság szerint a kollégiumban, hogyha erre is vonatkozik a kérdés, erre ez nagyon jó, tehát a beilleszkedés azt rendkívül segíti, illetve nyilvánvalóan a piaci viszonyoknak a töredékért lehet normális lakhatást szerezni. Szóval aki úgy gondolja, hogy nyitott erre, illetve a személyiség az tényleg ilyen barátkozó meg közösségét, annak nagyon lehet ajánlani, megérni egyáltalán nem kell tőle, mert nagyon normális és nagyon diszkrét kollégiumi élet jelenti a Corvinus, tehát nem arról van szó, hogy ott nem lehet tanulni, vagy bármi ilyesmi, nyugodt környezet jellemzi, és érdemes szerintem megpróbálni tényleg, aki közösségileg is erre nyitott. Én ennyit tudok mondani, hogy nem vagyok kollégista, de nyilván rengeteg kollégista ismerős meg barátom van, és tőlük csak jókat hallok erről a közegre. Illetve talán még azt is hozzá kell tenni, hogy vannak az embernek életszakaszai, és bizony a 20 éves kor az, amikor az ember legaktívabban ki tudja használni azt a kollégiumi közeget és kollégiumi élményeket, amit az ad, az együtt élhetés, és mindenféleképpen nagyon hasznos és tartalmas. Bárkinek bármi egyéb hozzáfűzni valója esetleg van? Még annyit tennék hozzá ezekhez, ha lehet, hogy ugye Székesfehérváron is vannak képzéseink, és ha esetleg valaki ott szeretne tovább tanulni, a Székesfehérvári kampuszonkon, ott is van kollégium elhelyezés lehetőség, sőt, mi több, ott a kollégium az a kampusz területén van, az egyik oktatási épület emeleti szintjein, tehát tulajdonképpen óra előtt egy perccel is elindul valaki a szobájából, akkor még leérhet, tehát egy igen kedvező ajánlat, ahogyan Kristóf is mondta, nagyon jó pénzügyi feltételekkel, két ágyas, légkondicionált szobákban tudjuk elhelyezni a hallgatóinkat Székesfehérváron, úgyhogy ott is megoldott ez a dolog, úgyhogy ott is ez semmiképpen sem tartson vissza senkit sem, hogy odaadja be a jelentkezését. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő kérdés Egyed Balástól érkezett. Olvasom. Azt megtaláltam az interneten, hogy a hallgatók milyen arányban kezdik a képzésüket Corvinus ösztöndíjjal támogatva. Pénzügy és számvitel szakon második évben a tanulók hány százaléka van ilyen módon támogatva? Ugyanannyi ember kap Corvinus ösztöndíjat a második évben is, vagy a támogatottak száma változik? És akkor szeretném megkérni az előadókat, hogy ilyen szabadrablásszerűen, hogyha érzik, akkor kérem válaszoljanak rá. Én azt gondolom, hogy Barbara talán ön, aki az ösztöndíjakról tudna mesélni ilyen statisztikákról. Hogyha hall minket. Dékán úr. Addig, amíg Barbara visszacsap... Lehet, hogy Barbara visszajött, de addig is, amíg... Igen, vagyok.
kapcsolódsz, hogy annyit hadd mondjak el, hogy ugye az előző évben kb. 170-175 embert vettünk fel például pénzügy számvitel alapszakra, és közülük 160-an voltak egyébként támogatott, tehát Corvinus ösztöndíjas hallgatók. Ez egy elég magas szám, ugye ezt lehet látni, hogy 90%-nál is talán még többen, ami azt mutatja, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy aki jól teljesít, és aki magas színvonalon tanul, az tényleg Corvinus ösztöndíjat tudjon tanulni, és azt gondolom, hogy ezek a magas százalékok, amik tavaly napvilágot látottak, azt mutatják, hogy tényleg nagyon sokan tudnak térítésmentesen tanulni az egyetemen, és minden évben ugye rangsoroljuk a hallgatókat, és bizonyos feltételeknek kell megfelelniük a Corvinus ösztöndíj megszerzéséhez, illetve megtartásához a hallgatóknak. Talán erről Barbara tud egy-két információt adni. Igen, ugye azt tudni kell, hogy ugye tavalyi évben ugye nem történt átsorolás ugye a COVID-ra tekintettel, úgyhogy erről igazából nem tudunk statisztikát adni, hogy hány ember került átsorolásra, és hány nem, mert ugye nem volt átsorolás. Én azt gondolom, hogy ugye a kapacitások azok ugyanannak kell lennie, mint amit felvételre kerültek, hogy a Corvinus-os ösztöndíj létszám a hallgatók, tehát közel annyi támogatott hallgatónak kell lennie ugye a következő tanévben is. Nem tudom, hogy erre irányult a kérdés. Szerintem, hogyha nem érkezik visszajelzés, nyugodtan a mikrofont használva szóljatok, és beszélgessünk. Én szerintem ez megválaszolásra került. Köszönjük szépen. Bettina kérdése. Én levelező szakra jelentkeztem, pénzügyes számvitel, és érdeklődnék, hogy Erasmuson levelezősként is részt lehet-e venni. A másik kérdés, hogy német nyelvű tantárgyakat fel lehet-e venni levelezős hallgatóként. Erre adom azt, hogy oké. Nem kizárók, tehát valaki levelező formában tanul az egyetemen, ugyanúgy jelentkezhet Erasmus vagy bármilyen más nemzetközi mobilitási programba. Nyilván az ilyen jellegű programokról azért kevesebben szoktak jelentkezni Erasmusra, hiszen ez azt jelenti, általában a levelező képzésben azok jelentkeznek és azok vesznek részt, akiknek főállásra munkájuk van, teljes munkaidőben dolgoznak, és csak pénteken, szombaton járnak be az egyetemre, illetve hallgatják a kurzusaikat. Ha valaki külföldre megy, ugye azt nem lehet levelező képzésben megtenni, hanem akkor ott kell lenni vélhetően az egész szemeszterben, tehát akkor arra az időre, 4-5 hónapra vélhetően a magyarországi munka lehetőségét vagy munkáját meg kell szakítani. De mondom, formailag nincs kizárók, tehát ha valaki levelező képzésen vagy esti képzésen van, az is jelentkezhet Erasmusra vagy mobilitási programokra. Német nyelvű tantárgyakat úgynevezett mintatanterven kívüli kérvénnyel megint csak elméletileg fel lehet venni, de a levelező képzésben résztvevő hallgatóknak azzal kalkulálniuk kell, hogy egyrészt csak fél évente két ilyenre van lehetőségük, másrészt, hogy a német nyelvű tantárgyakat alapvetően a nappali képzésben hirdetjük meg, és ezeknek a tárgyaknak az időpontja a nappali képzés idejéhez illeszkedik, tehát hétfőtől péntekig munkaidőben vannak jellemzően ezek a német nyelvű tárgyak, és nem akkor pénteken, délután és szombaton, amikor a levelező képzésnek a tárgyai, de hogyha van rá szabad kapacitás az adott német nyelvű tárgyon, akkor a tárgy oktatója engedélyezheti, hogy az adott mintatanterven kívül is felvegyék, akár még a levelező képzésről is ezeket a tárgyakat. Köszönjük Dékán úrnak a választ. Koltai Luca kérdése. Gazdálkodási és menedzsment alapképzés után, akár angol, akár magyar nyelv,
nyelvű, választható-e a pénzügyi és számvitel mesterszak? Ez az első része a kérdésnek. Következő rész, jól értem-e, hogy két specializáció választása esetén már nem fér bele a finanszírozott fél évekbe, alapképzés esetén, az Erasmus fél év? Első kérdés, gazdálkodás és menedzsment alapképzés után választható-e a pénzügyi és számvitel mesterszak? A válasz az, hogy igen, de lehet Habisága dékán asszony erre tud egy kicsit részletesebb választ is adni. Igen, természetesen választhatóak ezek a mesterszakok. Egyébként a honlapon elérhető egy ilyen térkép, hogy honnan, hova lehet tovább tanulni mindenféle további kreditelismerési kérvény nélkül, úgyhogy aki már ilyen mesterszakos tervekkel érkezik az alapszakra, annak ezt ajánlom figyelmébe, hogy ott meg lehet tekinteni, hogy melyik szakokról hova lehet egyeneságon tovább menni. De ugye arra is van lehetőség különböző szakok közötti váltással, hogy kreditelismerés során elismerjük az alapszakon végzett tárgyakat. Tehát ha valaki az alapszak vége felé már tudja, hogy milyen mesterszakon szeretne tovább tanulni, akkor is érdemes ezeket az ábrákat megnézni, és akkor tudunk egyeztetni, vagy tudunk abban segíteni, hogy milyen tárgyak felvételével lehet ezt az utat megteremteni, akkor is, hogyha nincs ilyen egyenesági továbbtanulási lehetőség. Én csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy ugye aki gazdálkodás és menedzsment alapképzésről, számvitelmesterképzésre jön, neki kell kreditelismerést benyújtania, viszont teljes kreditérték elfogadásra fog bekerülni, tehát nem kerül előírásra, plusz elszuszkrétan felül pótlandó tantárgy. És akkor én a második részre hagy válaszoljak, hogy a gazdálkodás és menedzsment specializációkat illetően a harmadik évben, az ötödik és a hatodik fél évben hirdetjük meg a specializációkat, és úgy van felépítve a program, hogy ebben az évben, az utolsó évben, hogyha a szakmai gyakorlatot nem számítjuk, akkor az utolsó évben van egy úgynevezett mobilitási ablak, amikor Erasmusszal vagy bármi más formában külföldön folytathatják a tanulmányaikat a hallgatók egy fél évre, és ebben az értelemben valóban üti egymást a két specializáció együttes felvétele és az Erasmus cserefél év. Tehát azok számára, akik az Erasmus cserefél évet is igénybe szeretnék venni, azoknak azt ajánljuk, hogy az egyik fél évben, vagy ősszel, vagy tavasszal vegyenek fel egy specializációt. Nagyon nagy megszorításokkal egyébként lehetőség van arra is, hogy ugye ne az harmadik, hanem az első vagy a második évben, leginkább a második évben menjenek külföldre a hallgatók, de akkor nincs ez a mobilitási ablak, tehát ott akkor elég sok ütköző tárgy lehet, és a hallgatónak nagyon sok tárgyat kell külföldről is hazahoznia és elismertetnie, hogy tényleg a megadott időn belül, tehát hétfél éven belül meg tudja csinálni a gazdálkodási éves menedzsment szakot. Köszönjük szépen a választ. Nagy Dóra kérdése, hogy a nemzetközi gazdálkodás alapszakról milyen mesterszakra lehet jelentkezni, és ezek a szakok is elérhetők-e angol nyelven? Azt hiszem, ez az én kérdésem. Ugye szintén utalnék erre a bizonyos honnan hova ábrára, ami a honlapon megtalálható, majd remélem sikerül, de mindjárt betesszük a csetbe. Egyébként egyre több mesterszakunk elérhető angol szakon. Ugye mi a nemzetközi gazdálkodás szaknak azt gondolom, hogy viszonylag természetes folytatása lehet, hogy számos üzleti szakot tudnék említeni. Ugye elérhető angol nyelven a marketing szak, a pénzügy szak, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, aminek egyébként készülünk szintén a megújított változatával, tehát azt gondolom, hogy az egy abszolút természetes folytatása lehet, de elérhető például a közgazdasági elemző mesterszak is angol nyelven, és mire ön végez, azt remélem, hogy még nagyobb lesz a választék, mert hogy tervezzük a vezetés és szervezés szak angol nyelvű változatát is elindítani. Nagyon remélem, hogy addigra az is elérhető lesz angolul is. Köszönjük szépen, dékán asszonynak. Nagy Teréznek a kérdése, hogy miben különböznek az angol nyelvű képzések a magyar nyelvű képzésektől, nyilvánvalóan a képzés nyelvét leszámítva,
Jelenthet ez bármilyen különbséget a közösségi életben, a szakkollégiumokhoz, diákszervezetekhez való csatlakozásnál, hogyha angol nyelvű képzésre jelentkeztem. Szerintem kezdem így a választ, és aztán Helgának megadnám a szót. Azt gondolom, hogy az angol nyelvű képzésekben való részvétel az semmilyen hátránnyal nem jár, sőt, bizonyos területeken kifejezetten előnyt lehet, jelent, aki nemzetközi karriert szeretne magának, annak nagyon tudjuk ajánlani az angol nyelvű képzéseinket. Nemzetközi gazdálkodáson és bizonyos más mesterszakokon már csak angolul lehet programokat hallgatni, és például nemzetközi gazdálkodáson körülbelül 150-200 hallgatónk van, tehát egyre nagyobb közösségek így tanulnak angol nyelven. Sőt, mi több, ami egy, szerintem egy nagyon fontos előny, hogy nagyon sok külföldi cserehallgató érkezik hozzánk Erasmus-szal más mobilitási programokban, akik nyilvánvalóan együtt tanulnak a graduális programokban hallgató angol nyelvű programokon résztvevő magyar diákokkal, és nagyon nagy nemzetközi kavalkát szokott ilyenkor az órákon kialakulni. Nekem is van lehetőségem angol nyelvű tárgyakat oktatni, és tényleg a világ minden pontjáról szoktak felbukkani hallgatók ezeken az órákon. Tehát egy nagyon divers, nagyon színes közösséget nyújt egy ilyen képzés. Én nagyon melegen tudom ezeket a programokat ajánlani. Én is szeretném megerősíteni Déken úr szavait. Én is azt gondolom, hogy nagyon izgalmas dolog az angol nyelvi képzésekben részt venni. Magam is oktatok több ilyen képzésben, és tényleg szerintem ez egy hatalmas lehetőség, hogy az egész világgal ott üljünk egy tanteremben. A programokat tekintve, hogyha egy szaknak létezik a magyar és az angol nyelvi verziója is, akkor a két tanterv az megegyezik egymással, hiszen ugyanolyan szabályok szerint teljesen ugyanúgy hozzuk létre ezeket a tanterveket, tehát ilyen típusú különbség nincs. Én is azt szeretném kiemelni, hogy valószínűleg több lehetőséget nyújt az angol nyelvű képzés. A tantermen kívül ugye azt is jelenti, hogy a munkaerőpiacon is felmutathatja az ember, hogy ő angolul végezte el azt a bizonyos szakot. Ez ugye hivatalosan nyelvvizsgát is ér, de azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb érték az, hogy valaki magabiztosan tudja a szaknyelvet használni, képes angolul prezentálni, angolul írni, és mindezt ugye egy ilyen viszonylag biztonságos keretek között az egyetemen tudja kipróbálni, nem a munkaerőpiacon a vezetőség előtt kell majd először angolul elmondani egy prezentációt. Köszönjük szépen, és én a közösségi élethez csatlakozva jó magam első fél évtől kezdődően diák szervezetekbe és a hallgatói önkormányzatba tevékenykedtem. Semmilyen különbség nem vélhető fel a magában a közösségi életben, egy szervezeten belül. Tényleg a mindennapokban ez nem ütközik ki. Kifejezetten inkább előny tud jelenteni, elsősorban nyilván a kiválasztási folyamatnál, az AC-nál és az interjúknál, a jelentkezés során a diákszervezetekben, hogyha valaki angol nyelvű szakra jár, és bizonyos projektek esetében, egy nemzetközi esedő egyetem esetében ez hatalmas előny bizonyos projektekben és feladatoknál. Ezen kívül egyébként a mesterszakok és az angol nyelvű képzéseken kívül számos nyelvi kurzus is elvégezhető a Corvinuson. Ezek is nagyon nagy hozzáadott értékkel bírnak, de nyilvánvalóan egy szakot, ahogy említette is Dékán asszony, Dékán úr, szakot angolul elvégezni, egy azonnali használatot jelent a szaknyelvvel kapcsolatban. És akkor tovább haladva, Lili kérdésem. El lehet végezni a gazdálkodási és menedzsment szakot egy másik, levelezőn végzett bölcsészkaros alapszak mellett? Mennyire terheli le a hallgatókat? Érdemesebb inkább a kettőt egymás után végezni? Azt hiszem, ez is az én kérdésem. Bár bizonyára vannak Terminátor típusú hallgatók, akik ide nekem az oroszlánt is mindent meg tudnak tanulni, és nagyon sokat tudnak vállalni egy fél évben, azért a gazdálkodás és menedzsment szak, főleg nappali képzésen, és főleg az első évek, amikor nagyon sok alapozó tárgyat tanul az ember, mikroökonómiát,
matematikát, informatikát, vállalatgazdaságtan, ami nagyon eltér, vagy legalábbis eléggé eltér a bölcsőszakos tanulmányoktól, és azért sokakat, hogy mondjam, sokaknak azért nehézséget okoz, vagy legalábbis nagyon sok energiát és erőfeszítést bele kell fetszölni, hogy ezeket sikerrel tudja venni, ezeket a tárgyakat. Én azt gondolom, hogy erre megéri teljes fókuszáltan összpontosítani, és csak kizárólag egy szakot csinálni az elején. A kredit számok elvileg ugye a nemzetközi rendszerben azért nagyjából azt is tükrözik, hogy mekkora hallgatói erőfeszítést kell tenni egy adott tárnak az elvégzéséhez, és egy nappali képzés tárgyai és kreditjei azért egy főállású hallgatói szerepet követelnek meg, úgyhogy én azt javasolnám, hogy ne párhuzamosan, hanem inkább egymás után végezze el ezt a két szakot, vagy ha mindenáron párhuzamosan akar kezdeni, akkor is inkább elcsúsztatva, és főleg az elején azért igyekezzen az adott szakra koncentrálni. Ugye ennek egy kicsit ennek a kérdésnek a párja, hogy lehet-e dolgozni, vagy szakmai gyakorlatot végezni a tanulmányok alatt. Itt is azt szoktuk mondani, hogy alapvetően nem támogatjuk, hogy nem szeretjük, hogy valaki főállásban dolgozik a tanulmányok mellett, mert nem, főleg alapszakon nagyon nem látjuk azt biztosítottnak, hogy főállás mellett el lehet végezni egy nappali alapszakot is. De a tanulmányok vége felé, amikor már a szakmai tárgyak vannak, akkor azért egy részmunkaidős gyakorlatot már maximum 20 órában azért el lehet talán képzelni, de a terveink azok, hogy a megújulással ne csak a tudás és az ismeretek bővüljenek, hanem azt várjuk el a hallgatóktól, hogy tényleg oda tegyék magukat a tanulmányok alatt. Köszönöm. Köszönjük dékán úrnak, és ehhez csatlakozva hallgatóként, amikor a képzés vége felé jár az ember és nyitogatja a szárnyait a munkaerőpiacon, hatalmas, hogy is mondjam, ilyen aha momentek érik az embert, amikor bizonyos problémákkal szembesül, és a tanultakat azonnal látja és implementálni tudja a megoldandó problémákra. Corvinus kifejezetten erős abban, hogy aktualitásokat adnak át, és olyan problémákat tárnak a hallgatók elé, amikkel később találkozni adnak az életben. Következő kérdés, Nagy Dóra, nappali szak mellett mennyi szabadidő áll rendelkezésre, például versenysport űzésére? Erre jó magam tudok válaszolni, de szeretném megkérdezni a résztvevőket, hogy a dékán urat és Barbarát, hogy akarnak először mondani ezzel kapcsolatban valamit. Én szerintem ön valóban a hiteles ennek a megválaszolására. Köszönöm szépen. Hallgatói életnek, a egyetemi életnek az a sajátossága és talán a szépsége is, hogy az ember kiszakadva a gimnáziumi rigid napirendből, amikor reggel 8-kor felkelünk, és akár délután 5-től szépen betáblázható nap van, az egyetemi élet ebből szempontból sokkal szabadabb. Onnantól kezdve, hogy hogyan veszi fel egy hallgató a saját tárgyait, azon át, hogy milyen tevékenységeket folytat mellette, milyen esetleg munkát vállal, esetleg sportol, különböző tevékenységeket tesz, vagy végez, ez mind-mind egyéni és szabad. Azt tudom mondani személyes tapasztalatból, hogy az ember ideje nagyon jól megtanulható, nagyon jó, az ember idejének menedzselése nagyon jól megtanulható, precíz hozzáállás kell és fegyelem, mert egy nap 24 órából áll, de ez a 24 óra nagyon sok, és hogyha az ember megfelelően képes alkalmazkodni a vizsgáihoz, a tárgyaihoz, a tanárjaihoz, akkor képes a sportot is mellé helyezni, például a versenysportot, és azt is fontos kiemelni, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van annak, hogyha versenysportot űz egy hallgató, és például a Corvinus képviseltetve úgymond
szerepel, és nagyon jó kiegészíti a tanulmányokat egészségügyi szempontból nyilvánvalóan is. Úgyhogy összefoglalva röviden és tömören, én azt tudom mondani, hogy egyéni, hogy mennyi szabadidő áll rendelkezésre, mindenkinek a ritmusától függ, de én csak azt tudom mondani, hogy van idő rá, és minden menedzselhető. Csak annyit tennék hozzá, hogy olimpikonyok is vannak, akik a Corvinusra járnak. Ha valaki országos szintű sportoló, tehát válogatott kerettag, olimpikon, vagy ilyen versenyeken vesz részt, számukra egyébként kedvezményes tanulmányi rend is kérhető, tehát kivételes esetekben ilyen magas szintű sport tevékenységet az egyetem is támogat és megpróbálja lehetővé tenni a tanulmányok és a sport összehangolását. Igen, köszönjük szépen. Kincső iPhone-jának a következő kérdése, hogy az angol nyelvű gazdálkodási menedzsment alapképzésen is van lehetőség marketinget, turizmust, HR tanulni, mint az új integrált magyar nyelvű programon? Egyelőre még nincsen, tehát természetesen marketinget és szaktárgyakat van lehetőség tanulni, de az angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment program megújulása jelenleg is zajlik, és 2022 őszétől, tehát jövőre lesznek angol nyelven is elérhetőek a specializációk. Nem mind a 16, mert azért ott méretgazdaságosági szempontból nem feltétlenül tudjuk mind a 16-ot kiajánlani angol nyelven, de azt tervezzük, hogy a legnépszerűbb specializációkat az angol nyelvi képzésekben is majd kiajánljuk, de most még egyelőre egy generális általános menedzsment ismereteket nyújtó szakot vehetnek fel, vagy jelentkezhetnek azok, akik idén a gazdálkodás és menedzsment angol nyelvű alapszakra jelentkeznek. Köszönjük a választ. Anita kérdése, hogy angol nyelvű alapképzés után van-e lehetőség magyar nyelven folytatni a mesterképzést? Természetesen igen, semmiféle különbség nincs ebből a szempontból, itt ugye csak a szakok meghatározóak, az oktatás nyelve, az semmilyen hatással nincs a továbbtanulásra, tehát igen, bármilyen nyelvi alapszakról, bármilyen nyelvi mesterszakra lehet tovább tanulni és folytatni a tanulást. És Koltai Luca kérdése, hogy ha nem az angol nyelvű képzést választom, az órák kb. Hány százalékát hallgathatom külön térítés nélkül angol nyelven a gazdálkodási és menedzsment szakon? Yeah, erre vonatkozólag egyébként a Magyar Felsőoktatási Törvény is határoz meg minimum számokat, és minimum 5%-ban az egyetemeknek lehetővé kell tennie idegen nyelvű tárgyak felvételét is magyar nyelvű szakokon. Erre a Corvinus Egyetem természetesen odafigyel, sőt, ennél nagyobb arányban is lehet angol nyelvű tárgyakat szabadon választható, elsősorban szabadon választható tárgyként felvenni. De a tervünk az, hogy egyes specializációknál, például a stratégiai menedzsment specializációnál, a specializációt angolul fogjuk indítani, tehát a magyar szakon belül az egyik specializáció a 16-ból angol nyelven lesz meghirdetve, de szabadon választható tárgyakat fel lehet venni angol nyelven. Ez körülbelül 5%-a egyébként a tanulmányoknak. Ezen túl is lehet, ha ügyes valaki, és talál szabad kapacitásokat, de az 5%-a szerintem egy reálisan elérhető szám, illetve emellett ugye már egy korábbi kérdező is feltette azt a kérdést, hogy hogyan lehet német nyelvű tárgyakat hallgatni. Ugye a gazdálkodás és menedzsment és más alapszakokról is elérhető egy körülbelül 10 tárgyból álló német nyelvű tárgyból álló csomag, és mi hívjuk, hogy DSG specializáció, vagy DSG tárgyak, amelyeket ha mind elvégzi a hallgató, akkor még egy külön német nyelvű bizonyítványt is kap, ami egyébként a német nyelvű cégek körében nagyon keresett plusz bizonyítvány, németül Zeugnis, úgyhogy ha valaki nem angolul, hanem németül szeretne tanulni,
megteheti szintén a gazdálkodás és menedzsment, illetve a más üzleti szakokon belül. Köszönjük. Hallgatóként egyébként ehhez is hozzá, hadd fűzzem hozzá, hogy magyar, tehát magyar nyelvű szakon hallgatóként nagyon izgalmas olyan tárgyat felvenni, ahol nemzetközi hallgatók vannak nagy arányban, és egyébként a tanárok is esetekben nagy többet, amit tapasztaltam, magyar tanárok angolul oktatnak, nagyon izgalmas és értékes órák ezek, és az interakciók a nemzetközi diákokkal ez ilyen formában magyar hallgatóként, magyar nyelvű képzés hallgatójaként is megvalósulhat. Izgalmas. És egyelőre nem látok több kérdést. Biztatnék még mindenkit, hogy ne maradjon senkiben kérdés és kételj, tegyétek fel, és továbbra is várjuk ezeket. Amennyiben azonban, ameddig érkeznek ezek a kérdések, azt szeretném majd kérni mindenkitől, hát illetve szeretnék szólni, hogy a regisztrációkor megadott e-mail címekre ki fogunk küldeni egy nagyon rövid kérdőívet. Arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy ezt töltsétek ki. Osszátok meg velünk, hogy mennyire találtátok hasznosnak a tájékoztatást. Pár percet vesz igénybe ez a kérdőív, kétél kitöltés, és számomra ez egy nagyon hasznos input, hogy miben, hogyan és miért fejleszünk az ilyen tájékoztatókon. És még mindig nem érkezik több kérdés, úgyhogy én addig szeretném megköszönni a tájékoztatásokat a dékán asszonynak, dékán úrnak és Barbarának a tájékoztatást. Szerintem nagyon hasznos volt, és úgy gondolom, hogy itt haza tudnak vinni a nézőink olyan információkat és érdekes hát nézőpontokat, amikről eddig tegyük el, amiről eddig nem tudtak, technikai információkkal nem is beszélve. És szeretnék mindenkit bíztatni, hogy a hallgatói önkormányzat oldalát használják információs felületként. Azért is vagyunk, hogy segítsünk a tájékozódásban, segítsünk a választásban, segítsünk mindenféle hallgatói ügyel kapcsolatban. Úgyhogy ha itt nem tudták feltenni, vagy nem tudtátok feltenni a kérdéseket, akkor ezt itt megtehetitek. És le is zárnám akkor így az eseményt. Szeretném mindenkinek megköszönni a figyelmet, és további szép napot, szép napos délután szeretnék kívánni mindenkinek.